Most pedig szeretettel köszöntöm első vendégemet, Kovács Gergelyt, a Mindszenty Alapítványtól. Szervusz, Gergő! Jó reggelt! És hát, ahogy említettem, egy nagyon szép ünnep az, amire emlékezünk holnap, vagy holnap után. Holnap lesz 20 éve, hogy II. János Pál pápa boldoggá avatta Károly királyt. Mielőtt belemelegszünk ebbe a nagyon érdekes és izgalmas témába, egy megemlékezést még a Szentmiséhez hagy kössek. Hogy van egy nagyon kedves Opus Dei atya, Philip Crossi, aki most hunyt el, most érkezett meg az örök hazába, és ő nagyon szépen kapcsolódik a Mindszenty Alapítványhoz és a Mindszentineumhoz Zalaegerszegen, mert hogy ő volt az, aki a rendszerváltozáskor érkezett Magyarországra, és magával hozott egy olyan különleges asztalt, amit ott Írországban őriztek hosszú évek óta, előtte az amerikai követségen volt, előtte német hadsereg, amerikai felszabadító hadsereg, ők szerelték föl ezzel az amerikai követséget, és ez volt az, amint 15 éven keresztül Mindszenty bíboros a Szentmiséit bemutatta a követségen. És ez a Philip Crossi atya nem csak hazahozta, itt őrizték sokáig, hanem utána a Mindszenty Alapítványnak adományozta, és így kerülhetett be az zalaegerszegi Mindszenty életút kiállításba. Gondoljunk rá, mert ő most már ott van a Jóistennél, és ő is az egyik égi közbenjárónk, ahogy Károly király is nagy közbenjárója nekünk is, de azt gondolom, hogy egész Magyarországnak, sőt Közép-Európának, és ezért nagyon jelentős, hogy holnap ünnepeljük a boldogavatásának a 20. évfordulóját. Tehát 2004. október 3-a volt egy nagyon szép ünnep Rómában. Sok idő eltelt azóta. Hogyan emlékeztek meg erről a szép évfordulóról? Magáról az ünnepről csak annyit, hogy ez még, hát azt lehet mondani, hogy szinte az utolsó, hogy ez egyik utolsó római boldoggavatás volt, ugye ma már Rómában csak a helyi boldogokat avatják, vagy a nagyon-nagyon rangos boldoggavatások történnek ott. Utána tavasszal hunyt el II. János Pál pápa. És neki pedig az utolsó boldoggavatása volt, és ugye maga az ő neve is, a Karol Wojtyla, az Károly királytól eredeztethető, mert az édesapja még az osztrák-magyar monarchiában szolgált katonaként, és Károly király iránti tiszteletből adta ezt a keresztnevet Karol Wojtylának. És nagyon sokféle megemlékezésünk már kezdődött augusztus végén, amikor a Szent István Bazilika és a Pázmánium rektora Varga János atya közreműködésével sor kerülhetett egy nagyon szép ünnepre, a Stefánsdomban, az ottani Szent István ünnepen vihettük és köszönthettük Boldog Károly király budapesti hermáját a bazilikából, ez egy nagyon különleges pillanat volt. Utána rektor atya Heiligenkreuzba vitte, ahol egy szerzetes közösségen belül voltak nagy ünnepségek, tehát ezek voltak az elsők, de most itt októberben több ilyen eseményünk is lesz. Most készülünk nagyon a hétvégére. Vasárnap Szombathelyen Székely János püspök atya fogja átadni a Boldog Károly díjakat, 22 arra érdemes a Károly király tiszteletben, vagy a hozzákapcsolódó értékek ápolásában jeles személyiséget, akikkel a Károly király maliga magyar tagozata is intenzív és szoros kapcsolatban van. És hát ezután még nagyon sok alkalom lesz Magyarországon is, külföldön is. A magyarországi alkalmak közül a rögtön utána következő október 7-én, amikor délután 4 órakor megkoszorozzuk a belvárosi főplébánia templommal közösen Károly király budapesti mellszobrát. Nem mindenki tudja talán, ott sokat járunk, mert ott a Városháza parkban van, de egy picit megbújik, nem olyan nagy, de egy nagyon szép mellszobor. Tehát rögtön ezzel is kapcsolódunk a boldogavatási évfordulóhoz, de nagyon szép és izgalmas, hogy a liturgikus ünnepe is erre a hónapra, a szűzanya hónapjára esik, mert ugye október 21-én lesz az ő liturgikus ünnepnapja, ugye János Pál pápának pedig október 22-én, tehát ez is egy nagyon szép kapcsolódás, és az egyébként a házassági évfordulója volt, és ehhez kapcsolódóan itt Magyarországon is lesznek különféle ünnepségek, de már nagyon készülünk arra, hogy október végén, 27-én pedig Mária Celbe lesz az imalega központi nagy zarándoklata a szűzanyánál. Na, most szépen elsoroltad az összes programot, de én azért egy kicsit részleteiben szeretném bele? Tőled jó, látni, jó. Mert hogy itt van előttem is, és szépen is látom, hogy ami már megvolt, de mesélj egy kicsit Károly királyról. Mi az ő példája, mi az, amiért fontos nekünk, nem csak 20 évvel a boldogavatása után, hanem 100 évvel az elhunyta után is? Ezt szívesen mesélek, és szívesen mutatok hozzá, most jelent meg, ez még teljesen friss, ez most jött a nyomdából, ez a Károly 20. Igen. És meg is mutatom talán jó, a nézőinknek, ha így lehetséges. És ez folytatása a Károly 100-nak, mert hogy 2022-ben ünnepeltük a égi születésed centenáriumát, és most pedig a boldogatása. És amit kérdeztél, pont arról szól ez a kötet, ahogy Erdő Péter bíboros atya bevezetőjében is
hangsúlyozza, hogy ugye Károly királynak van egy történelmi szolgálata, van egy történelmi kép róla, egy profán kép róla, de hogy ez alapján nagyon-nagyon nehéz lenne megérteni az ő személyiségét, és még a történelmi tetteit is, mert hogy az ő életének kulcsa mindenképpen a hitében van, és az Isten kapcsolatában, mert nagyon érdekes, hogy ebből forrásozott a magánélete is, és a közélete is. A magánélete a szentségi házasságából, amit ő szinte lehet mondani, hogy korát megelőzően nagyon komolyan vett, és nagyon szerettek volna az Ita királynéval közösen, és a szép nagy családjukkal közösen megvalósítani. Ez tényleg korát megelőző olyan szempontból, hogy tehát ott ez egy nagyon szép szertartás volt, ugye az egyházi esküvő, ami úgy szépen lement, de hát egyébként ugye tudjuk, hogy egy nagyon férfi központú, és hát nem feltétlenül a szerelmi, vagy mélyen átélt, vagy tényleg azt az egy test, egy lélek közösséget megvalósító ak voltak a házasság, vagy legalábbis az eszménye nem ez volt, hála Istenem volt mindig. Most Károly királyék ezt nagyon komolyan vették, rögtön Mária Celbe mentek, ott tettek egymásnak egy külön fogadalmat, kérték a szűzanyapárt fogását, és nagyon érdekes volt a kapcsolatuk. De ugyanígy a hite és a vallásossága nagyon megtermékenyítette az uralkodói tevékenységét is, ami nagyon sikertelen volt, de nagyon értékorientált, és ez annak köszönhető, hogy a magyar királykoronázás szertartásainak a szavait is nagyon komolyan vette, és valóban igyekezett azt megvalósítani. Ezt fantasztikus példák sora bizonyítja, majd hogyha beszélünk erről, mondok egyet-kettőt. Tehát nagyon érdekes, hogy a hite vallásossága és ennek a két szentségnek, illetve szentelménynek a komolyan vétele határozza meg az ő egész életútját. De ettől még nem lett volna boldog, hiszen azért ennek komoly feltételei vannak. Mondod, hogy erre igazán mondanál példát, hogy mi is az, ami kiemelte őt. Hát mondhatok egy profán példát, és mondok egy spirituális példát, és persze ez az utóbbi fontos a boldogavatás szempontjából, de szerintem a profán példa is érdekes, hogy ugye tudjuk, hogy ő kétszer tért vissza Magyarországra, miután távoznia kellett, és mind a két visszatérési kísérlet hát nagyon balul ütött ki, mondjuk, hogy nem csak sikertelen volt, hanem hát nem nagyon volt profi, ezt azért valljuk be, hogy nagyon őszintén. De nagyon szépnek találom azt, hogy ahogy olyan következetesen azt mondta, hogy polgárháború árán nem. És ez nagyon érdekes, hogy tényleg mire szól egy uralkodónak a felszentelődése, felkenése, mire szól egy közhatalmat gyakorló embernek a megbízatása. És ő például egyszerűen a saját értékrendje alapján azt gondolta, hogy egy polgárháborúra nem. Sok mindenre igen, de polgárháborúra nem. És ehhez tartotta magát akkor is, hogyha elég messze Madeiráig száműzték őket utána. És ez tényleg összekapcsolódik a spirituális ényével, a lelkiségével, a hitéletével, mert hogy ez az, ami átjárta az ő minden cselekedetét, a családi életét is, és a nagyon rövid uralkodói, és utána pedig, amit én a legfontosabbnak tartok, és ebbe a kötetbe is foglalkozunk vele, hogy ő a 20. század elején egy nagyon profétikus szerepet vállalt, olyan értelemben, hogy felmutatott bizonyos értékeket, nagyon érződött már a 20. századnak a sok megpróbáltatása, de hát még csak a hajnalán voltunk. Erre nagyon szépen ráérzett egy soproni kedves nővér és egy családi baráti közösség, akik arra jutottak, hogy az imádság fegyverét kell használni ebben a borzalmas és háborúkkal és gyűlölködésekkel és embertelenségekkel teli évszázadban. És ez Károly királyt egyenesen oda vezette, hogy már uralkodóként is, de aztán a számkivetésben és főként Madeirán, és amikor a betegséggel küzdött, hogy megfogalmazódott benne egy életfelajánlási szándék. Tehát úgy érezte, hogy ha uralkodni nem tud, közvetlenül nem tudja szolgálni a rábízott népeket, akkor annyit viszont megtehet, hogy a nehézségeit felajánlja. Ezt ő nagyon komolyan vette, és ez azért nagyon érdekes, mert a 20. században nagyon sok életfelajánló szentünk van, de hogy magának az életfelajánlásnak az értelmét, az értékét csak a század végén, 21. század elején fedezte fel igazán az egyház. Ma már ez egy különálló útja a szentéválásnak, a vértanúság és a hitvallói életút mellett, vagy között, a kettő között. Tehát, hogy nagyon érdekes az ő spirituális élete, hogy ebből nagyon sokat tanulhatunk, inspirálódhatunk mi is a 21. században. Hoztál még nekünk mást is. Igen, itt van ez volt a boldoggávatási emlékérem, egy gyönyörű profilkép, ami
a standard képje is volt. Ugye ez a standard kép az, amit a boldoggavatás alkalmával leleplezünk. Most ugye legközelebb áprilisban lesz egy ilyen csodálatos ünnepe a Magyar Egyháznak, amikor Bódi Mária Magdolna munkáslányt avatja majd boldoggá a Katolikus Egyház Veszprémben. És elhoztam azt a, hát most először látható, gyönyörű Boldog Károly díjat, amit 2004-ben alapította az Imaliga Magyar Tagozata, mint Károly Arany Érdemkeresztet, és ennek most ez egy felújított félminiatűr, nagyon szép változata, amin ugyanez a kép látható a Szent Koronával, és ezzel a nagyon szép fehér központú nemzeti színszalaggal. Ezt fogjuk most vasárnap átadni 22 olyan személynek, akinek az életét, személyét, hitelességét, működését, munkásságát úgy értelmeztük és úgy értékeltük, hogy pont Károly király értékeinek őrzése, ápolása és közösségi hasznosulása szempontjából fontosnak tartottuk őket így összegyűjteni, hogy egy picit ilyen Károly körüli kis közösséget is alkothassunk vasárnap. Ez most az első ilyen alkalom, hogy ezt a díjat átadjátok? Először 2004-ben adta át az Imaliga Magyar Tagozata. Ezt én is megkaptam teljesen érdemtelenül és megelőlegezett módon. Ugye akkor írtam az első könyvemet Károly királyról, hát ennyi. Hát amellett persze sok személyes és közösségi szál volt, de hát az mindenre érdemesített, csak egy ilyen díjra, nem? De ez egy nagyon-nagyon megtisztelő és kedves, ilyen megelőlegezett bizalom volt. És arra gondoltunk, hogy így 20 év után elég sok idő telt el ahhoz, és elég sok minden történt Magyarországon a Károly tiszteletben, hogy gyűjtsük össze így egymást, gyűjtsük össze azokat, akikkel annyi mindent tudtunk közösen vagy külön-külön tenni, Károly király emléke ápolásával kapcsolatban, a Habsburg dinasztia pozitív örökségének megőrzése és ápolása kapcsán, a magyar boldog és szentek ehhez kapcsolódó tisztelete ennek ápolása kapcsán. Tehát az a kicsit szűkebben vett, de mégis nagyon szép tágasságokkal is rendelkező értékek ápolásában, amit fontosnak tartunk a Károly király Imaligában. És így, hát persze ez mindig, tehát lehetnénk 42-en is, meg lehetnénk 102-en is, de hogy én nagyon fontosnak tartom ezt olyan szempontból is, hogy Magyarországon erősítsük és gazdagítsuk az elismerésnek a kultúráját, mert Magyarországon ebben nagyon sok tanulnivalónk van. Onnantól kezdve, hogy megdicsérjük egymást, hogy milyen jó így reggel egymást látni, találkozni, köszönteni, beszélgetni, milyen jó egy kérdés, milyen jó egy interjú, tehát ezek a hétköznapi elismerések, de hát a nagyobb elismerések is, amire szükségünk van, ez egy szeretet kifejezés, ez lehetne mondani a hatodik szeretet nyelv. Persze nem a hatodik, hanem az ötben is benne van. Tehát, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogyha valami jó, valami szép, valami tetszik. Tehát ezeket az elismeréseket szerintem gyarapítanunk kell, mert ezzel tudjuk erősíteni egyébként azt, hogy a Károly királynál mondják, hogy idealista, meg nem tudom, mindnyájan idealisták vagyunk. Nem? Abszolút. Hát mindannyiunknak van egy transzcendens, meg egy spirituális eszményképünk. Ez nem idealizmus, hát dehogy nem. És ezt hogy tudjuk megélni? Hát akkor, hogyha ezeket a pozitívokat megéljük, meg kimondjuk, és nem csak magunkban őrizgetjük, mi nem egy ilyen elrejtett láng vagyunk, hanem jó, hogyha ezeket így meggyújtogatjuk, meg látjuk. Szóval kicsit ezt fejezi ki ez, hogy álljunk meg egy picit, fogjuk meg egymás kezét, örüljünk annak, amit eddig tudtunk tenni ezen a téren, és akkor ez segít minket, meg úgy motivál, meg lelkesít arra, hogy tovább folytassuk ezt. Mondanám, hogy kiemelnél belőle valakiket, hogy ki miért kapja a díjat, bár ahogy nézem, nagyon szép lista. Igen, és ezt nem tenném meg, mert legszívesebben a 22 nevet felolvasnám, de hogy milyen... Hogy mégis mivel foglalkoznak, akik erre kapnak végig, látom, hogy van közte apát, történészek, szerzetesek, tudósok, kutatók, igaz? Tehát, hogy gyakorlatilag mindenki. Hölgyek, uram, igen. És nagyon, hogy budapestiek, vidékiek, sőt, határon túliak is, hiszen, és ez a szép, igen, nagyon, nagyon örülünk ennek, hogy ez egy nagyon tágas merítés, olyan szempont, hogy a katolikus média egyik vezető munkatársa benne van, szerzetesek, szerzetesnők benne vannak, akik a maguk közösségében és a maguk vidéki vagy budapesti helyszínén, a Károly vagy Zita kultuszának ápolásában közreműködnek, olyan kutatók, olyan történészek, akik akár közvetlenül Károly király személyével, vagy az ő koronázásával, vagy a Szent Koronával foglalkoznak, olyan nagyon-nagyon-nagyon gyümölcsöző módon, hogy ez a közösség
számára ezeket az értékeket nagyon szelíden és alázatosan felmutatja. Viceposztulátor kollégám, aki Svájcban él. Direkt nem mondok neveket, mert szívem szerint... Szerintem vasárnap délutára amúgy, akit érdekel, úgyis meg fogja tudni. Igen. És hát említetted a koszorúzást, az is most lesz jövő hét elején, még esetleg ide érdemes lehet ezt még egyszer elmondani, hogy aki itt van, a közelben van, és tiszteli Habsburg IV. Károly emlékét, akkor el tudna menni. Ez október 7-e hétfő, 4 órakor a Károly körúton, és ezt kevesen tudják, hogy a Károly körút az Károly királyról kapta a nevét, ahogy egyébként a Petőfi laktanyát is Károly laktanyának hívták, most Mária Terézia laktanya lett, nem baj, ezen nem vesznek össze az égben a családtagok. Tehát hétfőn 4 órakor nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Ez a belvárosi főplibánia templomnak a rendezvény, aminek én azért nagyon örülök, hogy ezek a helyi kapcsolódások, ezek nagyon fontosak, és akkor kértük, hogy hagyj legyünk mi is vendégek ezen, a Károly Királyi Maliga magyar tagozata, hogy így a boldogatáshoz közel egy ilyen nyilvánosabb eseményen is elhelyezhessük mi is a megemlékezés koszorúját. Úgyhogy erre nagy szeretettel várunk mindenkit. És akkor utána Rómában október 21-én egy konferencia is lesz? Igen, de örülök, hogy ezt mondod, mert én ezt az első felsorásból kifelejtettem, pedig nagyon fontos, mert ezt Magyarország Szentszéki Nagykövetsége szervezi, és lesz egy mini konferencia, ami mindig tartalmilag nagyon érdekes, ott az Örökvárosban megjeleníteni ezeket a nem csak magyar, hanem közép-európai témákat. Amik össze egy kicsit a szinódushoz is talán ez kapcsolódik, a minden közösségi vonatkozásával, témájával, és utána pedig este 7 órakor a Santa Maria dell'Anima templomban, ami a Piazza Navona közelébe van, ez egy gyönyörű kis templom. Ez nem csak az osztrák nemzetnek a temploma, hanem a Károly király Imaligának a római főtemploma is. Ott van egy központi kultuszhelye Károly királynak, ahogyan itt Budapesten a Szent István bazilikában, vagy Bécsben a Szent Mihály templomban. Tehát ott van egy központi kultuszhely, és ott lesz egy olyan ünnepélyes Szent Misánvel a liturgikus ünnepnapját, amit 20 évvel ezelőtt II. János Pál pápa tett az ő házasságkötésüknek a napjára, azt ott Rómában megünneplik. És akkor a legutolsó program, amit most hoztál nekünk, az pedig Máriacellben lesz. Máriacellben, és ez október 26-27-e. Uh-huh. A 27-e vasárnap lesz ennek a központi megemlékezése, Szent Misé a Máriacelli kegytemplomban. És ez azért érdekes, mert ezt nagyon hangsúlyozták nekünk az Imaliga nemzetközi vezetői, hogy nagyon-nagyon várják ide a magyar zarándokokat, mert tudják azt, hogy a Máriacelli szűzanya is mennyire közel van a mi szívünkhez, és hogy Károly király kultusza is Magyarországon mennyire erős, mennyire jelen van. Úgyhogy aki tud, nincs azért olyan nagyon messze, október hónaphoz kapcsolódik, a Máriacelli szűzanyát mindig jó meglátogatni, és október 27-én délelőtt egy főpapi nagymisében Magyarország utolsó apostoli királyára is emlékezhetünk, és ez is olyan szép, hogy az első királyunk is szent, és az utolsó királyunk is szent volt, akit most boldogként tisztelünk. Egyébként mi kellett az ő boldogavatásához? Nagyon izgalmas volt ez a folyamat, ez onnan indult, hogy már az életében megalakult ez a bizonyos imaliga, tehát ennek a csírája, imádkoztak érte, hogy a sok nehézség közepette hely tudjon állni, és meg tudja őrizni a hitét és a hűségét. Ez talán a legfontosabb az ő életében. És utána ez az egyesület, nagyon szépen alakult ennek az egyesületnek a Károly képe, mert a két világháború között ez még nagyon a legitimizmushoz, a monarchizmushoz kötődött, tehát az osztrák-magyar monarchia emlékéhez. Tehát ez inkább egy profán ápolása volt az ő emlékének. És aztán a második világháború egy óriási trauma volt mindannyiunk számára, és valahogy kikristályosította azt, hogy ez egyébként János Pál pápa kanonizációs gyakorlatában is olyan szépen megnyilvánult, hogy mennyire fontos megbecsülnünk a közelmúltnak azokat a példaképeit, akik pont, hogy ezekkel a gyűlölködésekkel és háborúskodásokkal szemben tudnak felmutatni valami pozitív példát, és ezért nem véletlenül, hogy 1949-ben indult el az ő boldoggá szentoltatási eljárása. Magyari Gyula volt az első posztulátora, egy magyar ember. Nagyon hatalmas ügy volt, rengeteg tanú kihallgatással. A magyarok egyébként, vagy az osztrákok kezdeményezték, vagy ez hogy volt akkor? Ezt a bécsi érsek kezdeményezte. Ugye ez nagyon izgalmas, mert mindig annak, tehát a kezdeményező a halálhelye szerint illetékes főpásztor, ez az ő esetében a madeirai, a funchali püspök lett volna. Tehát nekik nem nagyon voltak eszközeik, és ezt Bécs elkérte és átvette ezt az illetékességet. Egyébként ez is egy nagy tanúságtétel volt, mert Ausztriában az ő emléke nem volt annyira pozitív. Magának a Habsburg dinasztiának az emléke is, tehát sokat dolgoztak ők azóta ezen. Tehát ez nagy dolog volt, hogy a bécsi érsek ezt felvállalta, viszont maga az eljárás az Európa 5 helyszínén került lefolytatásra.
családtagok, barátok, ismerősök méltatók, vagy meg nem értők, tehát nagyon érdekes, hogy nagyon gazdag volt a tanúvallomásoknak az anyaga. Ebből most a kötetünkben a Károly király életútját bemutató rész nagyon-nagyon sokat megmutat. Ez egy nagyon különleges, mert ezek pápai titok alá eső dokumentumok, de a posztulátori irattár alapján nagyon sokat bemutathatunk belőle. És utána az a szép, hogy hát János Pál pápa hozott fellendülést az ő ügyében, hiszen volt személyes vonatkozása, biztos sokszor rákérdezett, hogy hogy áll, ez azért mégis egy fontos szempont, és akkor ott az 1980-as évek vége, 1990-es években születtek meg azok a szentszéki dokumentumok, ami alapján ott az értékelés lezajlott, és megszületett az a három dekrétum, amit most első ízben ez a kötet mutat be, az ő életszentségét elismerő dekrétum, az ő közbenjárására történt ima meghallgatást elismerő dekrétum, és a boldogavatását elrendelő határozat, és ebből, ha szabad, egy rövid részt felolvasok, mert ebben minden benne van jobban, mint amennyire én el tudnám mondani. És mi nagyon szeretjük ezeket a határozatokat, mert Mindszenty bíboros életszentsége szempontjából is annyit épültünk abból, hogy Róma hogy foglalta össze az ő tanúságtételét, és Károly királlyal is szerintem ez nagyon fontos. Ez a ragyogó férfi, mindjárt itt szinte megállnék, de inkább mondom tovább, mert milyen fontos ez. Ez a ragyogó férfi példát mutatott a szeretetben való lelki fejlődésre, a Krisztus és egyháza iránti szeretetre, és mély vallásosságának számos tanújelét adta. Miközben az ő életpéldáját szemléljük, aki az emberiség megváltóját sokféle nehézség közepette is hűségesen követte, ez a mindennapokban minket is az üdvözítő egyre hűségesebb követésére hív, valamint saját életállapotunk tökéletesítésére és az életszentség megvalósítására ösztönöz. Hát gyönyörű, nem? Mint egy himnusz. Tehát azok az értékek, amikre én is próbáltam utalni az ő életében, vallásos hitéletében, szentségi házasságában, uralkodói felfogásában, ezek vezettek ahhoz, hogy egy mindannyiunk számára példaértékű, ragyogó férfi, egy ragyogó boldog lehessen belőle. Gergő, köszönöm szépen, hogy megemlékezhettünk erről a kerekévfordulóról, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és hát gyere máskor is, és remélem gratulálunk a díjazottaknak is, és még fogunk szerintem erről a témáról beszélni, hogyha sikerül talán még Rómában is a kollégák tudnak találkozni a konferencián veled. Én is köszönöm.